Mama, mosolj nekem egy magyar történetet. Mesélek neked egy történetet, aminek az a neve, hogy Illuminati. A Mutter szerint a történet neve és nem címe Illuminater, amivel jól átdobja a saját fiát a polánkon, mert a film címe igazából Illuminati. Mondjuk biztos, hogy ez a megfelelő történet egy 5 éves számára? Főcímből olvasni tudó társaim számára kiderül, hogy a teljes Nelson család megszállta a filmet. Filmünk először is kezdő PowerPointosokat megszégyenítő prezentációval bemutatja nekünk Magyarország történetét visszafelé. Néha van jó étel. Oké. Óráknak tűnő percekkel később végre elérünk az 1700-as évekbe, ahol egész modern tetőfedést és ereszeket használtak ezek a kurucok. Lila, feleségül ment egy nemeshez, kit soha nem szeretett, de jött Sándor, és ellopta őt. Az udvaron csak a nagyon szűk család jelenlétében megrendezett ceremónia közben somfordálva megjelenik Sándor, aki tenkes kapitánya, és amíg a többiek egy kicsit nem figyelnek oda, ellopja a menyasszonyt. Választhat el egymástól. Hol? Nem látok semmit. Hol? Átváltunk a gonosz báróhoz, akinek embere még mindig keresi a vele szinkronban levő hangsávot a Sony Vegasban. Ez a felvilágosodási őrület rossz irányba vezet. Túl sok hatalom jut a por nép kezébe. Valamit tennünk kell. Még szerencse, hogy ön itt van nekünk, báró. Hogy megöljön minden szegényt, akik túl nagy hatalomhoz jutnak. Még szerencse, hogy elég csak pofáznom arról a nézőknek, hogy ön mennyire gonosz, és nem kell megerőltetni magunkat. De legközelebb ne azért öljen meg, mert az ön kanalát használta. A kanalom szent és sérthetetlen. A báró a forgatás cigi szünetében kihívja Páhbajra, tenkes bácsi testvérét, aki miután érdeklődését vesztette a küzdelem során meghalódik. A szúrás hatására Inge pedig egyetlen 10 másodperc alatt lesz színváltós. Az eszméket hallom. Megölted a testvérem! Ezért most meghalsz! Esküszöm, nem direkt dobtam el a kardom! Egy nap megtanulok harcolni. Megöllek, ahogy megölted a bátyám! A magyar nyelvtan szabályai szerint a mondat végén levisszük a hangsúlyt! A következő narrációra Sándort pedig nagyon durván leszedálják. És szerencsém van Lila helyrejt a társulatában, eljátszom Scaramouche szerepét, és talán egy időre eltűnök a báró és csatlósai előtt. Annyira értelmezhetetlen, ami itt történik, hogy megjelenik a klüklop, és úgy döntenek, ez egy megfelelő alkalom arra, hogy tágra zárt szemeknek öltözve elénekeljék az első jelenetben látott nővel a Szépség és a szörny betét dalát angolul. Részeg vagyok, és még nem szexeltem báróval. Még! Attól tartok, még senkivel sem szexeltél. Akkor most át fogsz esni a beavatási szertartáson. Tedd le azt a partvista kezedből, és ne örülj ennyire. És le is tette? Nézd már! De csak azért, hogy még egyszer elővegye. Remek. A rám ruházott hatalomnál fogva, a neved mától legyen Scaramouche. A rám ruházott hatalomnál fogva, a neved ezentúl megegyezik az egész társulatunk nevével. Akkor most ezt ünnepeljük meg, és menjünk falatozni. Kihez beszélsz? Itt vagyunk mögötted! Sándor eljátszik egy nótát a gitárján az egyetlen megmaradt nézőnek, aki igazából már hetek óta halott, csak oda van támasztva egy virágkaróval. Ez alatt a valóságban a kisrác anyja tovább ismerkedik az olvasás varázslatos világával. Akkor régen az országunk és az emberek élete olyannyira más volt, hogy velünk itt ma is elképzelni is nehéz. A világon nem létezett tévé, telefon, villany, autó,
se repülök. Nem voltak vonatok, se jövök. Mami, nem lehetne inkább a három kis malacot? Mária Terézia a 18. században utasításba adta, hogy a jobbágyoknak tizedet kell fizetniük. Vagy a piroska és a farkas. Most pedig nézzük meg Immanuel Kant, hogyan jellemezte a felvilágosodást 1784-es tanulmányában. Hallgasd a mesémet! Hallgasd! Ez a nő mindent megtesz a fiáért, még egy tojásfőzőre is ráül, hogy azon meséljen neki. Az embereket beszélni kellett volna az összes nyelven, ami az viszont túlságosan lusta volt. Éppen ezért elrendelte, hogy mindenkinek kötelező az ő nyelvén, vagyis németül beszélnie. Ezáltal mindenki megérti őt. A srác már egy órája felvágta az erejét, csak fekszik ott vérbefagyva, az anyja meg csak mesél, és mesél, és mesél. Sokszor erőszakosan próbálták rávenni a magyarokat a német nyelv használatára. Sokszor még kardot is rántott. Meg akarok tanulni kardozni. A Blue Box stúdióban kitavaszodik, és egy kis rockzenére folytatódik a kardozás. A Google képkereső összes találata előtt kardoznak, tökre hiába, mert ugyanolyan bénák utána, mint előtte voltak. A tengeres kapitánya. Béri Balog Ádám, brigadéros megsebesül a dunántúli harcokban. Katonáinak sikerült őt biztonságba helyezni. A vívás sok türelmet, koncentrációt és állóképességet igényel. Megtaníthat arra, hogyan kell erősen összpontosítani valamire anélkül, hogy elveszteni az ember a könnyedségét vagy a sport okozta örömét. Ez a magyarországi felvilágosodás története. Évszázadok alatt kialakult ez a korlátozottság, a társadalmi rendek közötti különbség. Ezeket fel kell rúgni harccal, vagy címszóval, de a küzdelmet kell folytatni, és szabaddá kell tenni az embert és az emberi nemet egyaránt, hogy egyenlőségben élhessünk. Bravo! Az élet fájdalom. Az élet néha szenvedés. Bravo! Ez a film fájdalom. Ez a film szenvedés. Amúgy ez a kedvenc jelenetem. Ezt figyeljétek. Tudod, az élet csodaszép. Gyönyörű. Maga az élet csodaszép. Nem. Az élet szenvedés, munka, fájdalom, de néha jó ételek, jó zene. Láttátok, hogy átrobbant a zsenialitás a képernyőn? Meggondoltuk magunkat, mégis inkább erre megyünk. A csárdás története. 100 évvel ezelőtt egy merőben... Nem bírom ki! Aztán egy percig azt kell nézni, ahogy a báró emberei ugyanabban a szobában edzenek, ahol az előbb D'Artagnanék, biztosan olcsó a terembérlet. Ugyanezen a helyen később főgonoszunk konfrontálja Sándor, de a hős mestere halált megvető bátorsággal közbelép. Hogy tökéletesre fejlesz-e kardívó tudását. Persze azért mindenki nagyon vigyáz arra, nehogy felszaladjon a pulzusa. Ezt meg hogy sikerült? Ez fizikailag lehetetlen. De mégis megtörtént, hiszen fel van véve kamerával. Ez nem trükkfelvétel volt, ez csak D'Artagnannak sikerülhet. I am D'Artagnan. I'm the best swordsman in the world. D'Artagnan, te vagy a francia vágási Feri. A báró gonosz csellel hátba böki D'Artagnant, aki a bökéstől grimaszol egyet, és ő lesz a hunyó a bujócskában. 98, 99, 100. Aki bújt, aki nem megyek. Mikor még kilátása nyílhatott egy nyugodt, kiegyensúlyozott családi életre. Ez a magyarországi felvilágosodás története. D'Artagnan fehér D'Artagnanként reinkarnálódik, és sor kerül a kékosztriga bárok sorsát eldöntő végső harcra. Minden itthon, ami egy fináléhoz kellhet, komplex koreográfia, indokolatlan csöcsök, spontán stage dive, és egy akkora twist, hogy besz a behú. Sándor és a báró testvérek. Testvérek? Egy ilyen hiteles és logikusan végigvezetett történetben kiszámított volna ekkora fordulatra. Sándor, a te fiad is. Mother! D'Artagnan, a te apád. What? I don't fight against my brother. Valaki kifingott egy fogaskereket? I don't fight against my brother. Then you will die. I kill Frederick now. No. He's mine. He's mine. Fú, milyen kemény fából faragták ezt a bárót. Szíven lőtték, csak legugol egy kicsit, és már megy is visszaharcolni.
A báró Ottóval fog harcolni. Ne kérdezd, fiam, hogy ki az az Ottó, csak gyönyörködj az akció jelenetekben. Nézd már, milyen jól meggyógyult a szemed a film eleje óta. Minek az a szemfedő? Oda bent meg Sándorék lekardozzák a vörös ingeseket, akik a harc helyében olyannyira elfáradnak, hogy inkább lefekszenek aludni. Szép álmokat! Történetünk végül Olaj Gino halhatatlan szavaival zárul. Egy mindenkiért, mindenki egyért! Mindenki egyért, egy mindenkiért.